Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében, és most egy kis sorozatot fogunk elindítani a Jelenések könyvéről. A Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, egy csodálatos, lenyűgöző könyv. Persze mindegyik az, csak kell, hogy legyenek szemeink arra, hogy meglássuk ezeket a csodákat Isten igéjében és a Biblia könyveiben. Nézzünk is meg előzetesen egy verset, ami nem a jelenések könyvében van, hanem általában Isten igéjéről szól, a 119. Zsoltár 18. verse. Ez így szól. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Tehát a Zsoltáros azért imádkozik, hogy Isten nyissa meg a szemeit, hogy Lássa, nézze, hogy milyen csodálatos Isten törvénye. Hát az Ószövetségben ugye törvény volt, meg proféták, meg zsoltárok. Mi már ugye Bibliáról beszélünk, Új Szövetségről, meg Ószövetségről, és erre van szükségünk, hogy a Szent Szellem megnyissa a szemeinket, hogy lássuk, hogy Isten igéje milyen csodálatos. Így van ez a jelenések könyvével, és persze így van ez a többi könyvel is, de azért ez a jelenések könyve mégiscsak egy különleges könyv. Nézzük meg az első rész harmadik versét, ez egy érdekes dolog, amit maga a könyv ír magáról. Jelenések Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Tehát azt mondja, hogy boldogok, akik olvassák, és hallgatják, és megtartják ennek a profétálásnak a beszédeit, a jelenések könyvét. Tehát itt van előttünk a boldogságnak az egyik kulcsa. Olvassuk, a jelenések könyvét, hallgassuk a jelenések könyvét, és tartsuk meg azt, ami benne van. És még arra is utal, hogy mert az idő közel van, tehát bizonyos dolgokról fog beszélni, amik a jövőben fognak bekövetkezni, hiszen ez egy profétai könyv. No most, a könyv szerzője János Apostol, aki egy volt Jézus 12 tanítványa közül, így is emlegeti őt az igepont János Evangéliuma, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett, János öt könyvet írt az új szövetségben, a János Evangéliumát három levelet, ugye János első, második és harmadik levelét, és ezt a könyvet, amit most nézünk, a jelenések könyvét. Na most a jelenések könyvének az eredeti címe az Apokalypsis görögül. Kalypto azt jelenti, hogy eltakarni valamit. Apó pedig azt jelenti, hogy el. Vagy mondjuk így a kalypto azt jelenti, hogy betakarni, letakarni valamit. A, a, az apó pedig azt jelenti, hogy el. Tehát ez, olyan ez, mint amikor mondjuk egy egy szobrot letakarunk egy lepellel, vagy egy emléktáblát, és akkor levesszük róla a leplet, ugye azt mondjuk, hogy leleplezzük. Na no, ezt jelenti az ap apokalyptó, hogy a lepelnek az elvétele, a takarásnak az elvétele. Az angol uh, cím az, hogy Revelations, vagy Revelation, vagyis uh, kinyilatkoztatás, de arról van szó, hogy bizonyos dolgok el vannak takarva az emberek elől, el vannak rejtve az emberek elől, és elveszi azt a takarót, elveszi azt a leplet, ami elrejti bizonyos dolgokat, bizonyos igazságokat, bizonyos tényeket az emberek elől, ezek most láthatóvá válnak számunkra. János Apostol Patmosz szigetén volt, ami ekkoriban egy börtön sziget volt, a görög birodalom része volt, ma is Patmosz szigete egyébként Görögországhoz tartozik, a török partokhoz van közel, 34-35 négyzetkilométer, tehát innen nem nagyon lehetett elmenekülni. Az égei tengeren van egyébként a sziget. Nos nézzük, magát a könyvet. Mi történik itt? János apostol ugye azt írja, hogy ott volt Patmos szigetén, az Isten beszédéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért, tehát nem tetszett a hatóságoknak, hogy Jézust és az ő csodálatos igazságait János hirdette, és ezért börtönbe zárták. És a börtön azért nem mindig feltétlenül egy rossz hely, persze kellemetlen rossz, de elvon a világnak a zajától, a nyüzsgésétől, a tevékenységeitől, Pálapostól a könyveinek egy részét ott írta, és a jelenések könyve is ott született. És azt írja János az egy tízben, hogy szellemben voltam ott az úrnapján. És hát, hogy pontosan mi ez, hogy szellemben voltam ott, én úgy gondolom azt, hogy jó szellemi állapotban volt, nem testi állapotban, hanem jó szellemi állapotban volt, gondolom imádkozott, és ami ezután következik, az tulajdonképpen egy karizmatikusnak az álma. Mi történt? Hallottam a hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondta, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. Tehát ha valakinek a hangját hallotta, ugye tudjuk, hogy Jézus az alfa és az omega, az első és az utolsó, olyan volt ez a hang, mint egy trombita hangja. Azt írja a 12. versben, megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordult, bár pedig láttam, hét arany gyertyatartót. Hát most ezek vagy így voltak egyenként külön, vagy így, mint egy menóra, ugye ezekkel a, a, a szárakkal, és a hét gyertyatartó között hasonlót láttam az ember fiához. Tehát meglátta Jézust, de nem azt mondja, hogy Jézust láttam, vagy azt mondja, hogy pont olyat, hanem hogy hasonlót. És a jelenések könyvén ez végigvonul, hogy hasonlított ehhez, ahhoz, ama, amahoz. A mennyben, meg majd az örökké valóságban minden egy kicsit más lesz, mint itt a földön. A színek valószínűleg fényesebbek lesznek, talán szélesebb lesz a spektrumunk, a fények is mások lesznek, talán fényesebbek, de mégsem annyira zavaróak, és nagyon sokszor találkozunk a jelenések könyvében ezzel a szóval, hogy hasonlót. Láttam, ezt volt, és az hát, földön élő embereknek mondja el János, hogy mit látott, és akkor azt mondja, az erre hasonlított. Láttam egy másik dolgot, egy állatot, az erre hasonlított, láttam valami angyalt, az az emberre hasonlított, és akkor mondja, látta, hogy átlátszó aranyat látott, az meg az átlátszó üveghez volt hasonló, szóval semmi sem pontosan olyan, mint itt, de sok minden hasonló. Úgyhogy meglátta Jézust, János megdicsőült állapotában. A pálapostól is írt erről, hogy ha ismertük is Jézust, ha ismertük is Krisztus test, szerint már nem ismerjük. Ugye Pálapostól idejében még sokan éltek, akik személyesen látták Jézust. De Pálapostól azt mondta, most már nem az a lényeg, hogy testben mit láttunk, most már Jézus fölment a mennybe, úgyhogy szellemi módon kapcsolódunk hozzá. És meglátta János a megdicsőült Jézust, és hogy nézett ki? Jézus, olvasok el a leírását a 13-tól a 16. versig, még mindig itt vagyunk a jelenések könyve első részében ezt olvassuk, hogy bokáig érő ruhába volt öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Tehát itt volt egy aranyöv a mellénél, és lelógott a ruha többi része a bokájáig. Már az is érdekes, hogy az, az öv maga aranyszínű, hogy a milyen, milyen csodálatos látvány lehet tulajdonképpen minden, amennyiben főleg a földiekhez képest. Azután azt mondja, az ő feje és a haja fehér volt. Mint a fehér gyapjú, mint a hó. Itt is ugye hasonlított a gyapjúhoz, a hóhoz, ugye nem csak egy dolgot mond, hogy pont olyan volt, hanem hát valami ilyesmi, mint a gyapjú, meg a hó. Fehér volt a feje és a haja. Érdekes. A szemei olyanok, mint a tűzláng. Hát ez érdekes lehet, milyen. Milyen lehet az, amikor a szemek olyanok, mint. Egy tűzlánk, hát Isten akárhogy is van, ő tüzes szeretettel szeret minket, és, és ő lelkesedik az ő dolgaért, mert hiszen ő egy csodálatos Isten, aki csodálatos dolgokat tartogat számunkra, számodra. Nézzük tovább. A lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Tehát Jézus fényes volt, fehér volt, fényes a szemei, mint a tűzláng, a lába, mint, a, mint, az izzó, fényes érc, és azt olvasok továbbá, hogy a szájából két élő éles kard jött ki. Hát ez ugye, furcsa látvány lenne a földön, ilyet nem nagyon látunk, de tudjuk, hogy a szellem kardja az Isten igéje, az Isten beszéde, és itt Jézus esetében konkrétan látjuk, hogy ez a két élő éles kard eh, kijön a szájából, amiről tudjuk, hogy élesebb minden földi kétélű kardnál. És az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Tehát óriási, erős fény jön ki Jézus arcából, bizonyára csodálatos volt és lenyűgöző. Azt olvasok még róla, hogy a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Ugye néha filmekben halljuk az úr szavát, és akkor megszólal az úr. Na hát valami ilyesmi lehet csak még ennél, és nyilván sokkal lenyűgözőbb, mint ahogy az ember kimegy a tengerpartra, és hallja a víznek az zúgását, de azt mondja, mint a sok vizek zúgása. Hát egy csodálatos látvány volt, csodálatos Dicsőséges dolgot látott János, amiből csak úgy sugárzott a világosság, a fény és az erő. Nem is csoda, hogy János fogta magát, és leesett a földre, vagy nem, nem is magától leesett a földre, és olyan volt, mintha meghalt volna. Minden erő nyilván, kiment belőle erre a csodálatos látványra, de azután Jézus megérintette, és azt mondta, hogy na most ezt láttad, most nekem üzenetem van a gyülekezetek számára amiket neked kell elmondanod. És Jézus elmond hét üzenetet hét gyülekezetnek, amelyek egyébként kis voltak, és a térképen egy ilyen kör alakban helyezkedtek el. És most nem fogom egyenként végignézni az üzeneteket, hanem máshogy csoportosítom őket a hét gyülekezet hét angyalának, vagyis küldöttének, mondjuk így, talán ma így mondanánk, hogy vezetőjének üzente Jézus ezeket a szavakat, és mindegyik, mint egy keretbe van betéve, ugye először megmondja, hogy melyik gyülekezetnek, azután azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, és hát így van ez velünk, Isten tudja a mi dolgainkat, ő pontosan tudja, hogy mit teszünk, mit csinálunk, akár jót, akár rosszat. Utána felsorolja a dolgokat, és arról beszél, hogy aki győz, az mit kap, milyen jutalmat kap Istentől. Ez nagyon jó, ezt ez majd részletesebben is megnézzük. És utána azzal fejezi be, hogy akinek van füle, hallja. Tehát nem csak emberi szavakról van szó, hanem Isten szaváról, Jézus szavairól, amelyeket természetesen a Szent Szellem által tudunk megérteni. Érdekes módon a hét gyülekezetből ötnek azt mondja Jézus, hogy térj meg. Hm. Tehát nem csak jó dolgokat fogunk hallani. Egyébként ezért is van az, hogy sokan nem szeretik egyébként ezt a csodálatos könyvet, a jelenések könyvét, mert negatívumok vannak benne. Ugye az egyik dolog az az, hogy profétai könyv és utalásokat tartalmaz, nem feltétlenül köt minden utalást egy konkrét személyhez, vagy helyhez, vagy országhoz, vagy egy, egy, egy konkrét történelmi eseményhez, hanem utalásokat tartalmaz, amelyek egyébként, mivel profétai a könyv, egy utalás több eseményre, vagy személyre, vagy helyre, vagy országra is utalhat. A másik dolog, tehát emiatt nehezen érthető a könyv, ugye, egy, egy profétai homályban van. A másik dolog pedig az, hogy negatívumok vannak benne, ugye, nagyon komoly csapások, és ez, ez félelmet tud kelteni. De emlékezzünk arra, hogy azt mondja, Magáról a jelenések könyve, egy boldog, aki olvassa és hallgatja, és megcselekzi, amik azokban vannak. Tehát Isten csodálatos, nagyon pozitív dolgokat is leír benne. Egyáltalán ne feledkezzünk meg azokra, mert tényleg lenyűgözőek. De most úgy csoportosítottam azokat, amiket Jézus mond a gyülekezeteknek, hogy külön vettem a jó dolgokat és külön a rosszakat. Úgyhogy megnézzük azt, hogy mik azok a dolgok, amik Istennek tetszenek egy gyülekezetben, és hát vonatkoztathatjuk a saját egyéni hívő életünkre is, amik tetszenek egy, egy, egy Jézusnak bennünk, és azután pedig a rossz dolgokra, amik nem tetszenek Istennek egy gyülekezetben. Nézzük meg, tehát először legyünk pozitívak, vegyük a jó dolgokat, mi az, ami Istennek, mi az, ami Jézusnak tetszik a gyülekezetben. Az első az, hogy ha valaki Istenért munkálkodik. Ugye az Efeszusbeli gyülekezetnél olvastok azt, hogy, hogy euh, tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésedet. Tehát, ha Istenért munkálkodunk és az ő akaratát cselekedjük, ez természetesen tetszik Istennek. A második dolog, nagyon fontos az, hogy ismerjük fel, hogy melyik a helyes szolgálat, és ezzel párhuzamosan persze, ezzel együtt ismerjük fel azt is, hogy melyik a hamis szolgálat. Ugye az Efezusi gyülekezet angyalának azt mondja, hogy megkísértetted, vagy próbára tetted, megvizsgáltad azokat, akik apostolaknak mondják magukat, holott nem azok, és hazognak találtad őket. Hazugoknak találtad őket. Tehát Istennél egy óriási pozitívum, hogyha felismerjük, hogy melyik szolgálat van Istentől, és melyik nincsen Istentől. És ez a mi egyéni életünkben is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy kit követünk, kitől tanulunk. Olyantól tanulunk, aki Isten felé, és Isten dolgai felé, és az üdvösség felé visz minket, és segít minket abban, hogy, Isten munkáját végezzük, Isten akaratát cselekedjük, az ő országát építjük, vagy pedig olyanokat követünk, akik félrevezetnek minket. Ugye Jézus a forizeusokról mondta, hogy, hogy hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői ők, és hogyha vak vezeti a világtalant, vagy a vakot, akkor mind a ketten a verembe esnek. Tehát ez egy óriási a keresztény életünkben, hogy a megfelelő embereket, szolgálatokat, gyülekezeteket, vezetőket kövessük, mert ak akik szintén helyesen követik Jézust, akkor mi is épülni fogunk. Hogyha rossz vezetőket követünk, az félrevezet minket, a -a akkor bajba jutunk. Tehát felismerni, melyik a helyes Istentől való szolgálat, és melyik nem. Ez egy óriási pozitívum Istennél. Azután a nikolaiták elutasítása tetszik Istennek. Ugye azt mondja, a cselekedeteiket, meg a tanításait említi, itt ez a két rész, a jelenése kettő és három, és azt mondja, az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Tehát vannak dolgok, amiket Isten bizony gyűlöl. Ezek a hamis cselekedetek, hamis Tanítások is. Nem tudjuk pontosan, kik voltak ezek a Nikolaiták, itt történelmeleg nem világos előttünk, előttem biztosan nem. Ha a nevet nézzük magát, ezt a Nikolaita nevet, Nikau azt jelenti, hogy legyőzni vagy meghódítani. A Laos pedig azt jelenti, hogy nép. Tehát a nép meghódítója, a nép legyőzője, ha Jelent valamit számunkra, ha a jelentését használni akarja Isten ebben, ebben az üzenetben, akkor az azt jelzi, hogy Isten gyűlöli azt, hogyha emberek a gyülekezetben legyőzik a, a népet, a köznépet, és, és létrehoznak egy ilyen elit társaságot. Ugye Jézus arról beszélt, hogy mi minnyájan testvérek vagyunk. Péternél azt olvasok, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való vagy különleges nép vagytok. Tehát mi minnyájan testvérek vagyunk, minnyájunknak a dolgunk az, hogy uralkodjunk ebben az életben, királyként uralkodjunk ebben az életben, és minnyájan papok vagyunk, hogy hirdessük annak, a dolgait, annak a hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára elhívott minket. Ez minden hívőnek, minden kereszténynek a dolga, és Isten nem akarja, hogy legyen egy, egy, társaság, aki ilyen elitként fölemelkedik, és lenyomja a többieket, és uralkodja. uralkodik rajtok, és akkor ők végzik a szolgálatot, meg hirdetik az igét, és a többieknek csak az a dolguk, hogy hát vagy csodálattal hallgassák, vagy pedig elszenvedjék azt, amit csinálnak ezek az uralkodók. Lehet, hogy ezt jelenti a Nikolaiták cselekedete és tanítása, a nevükből mondjuk ez következne. Azután, ami még tetszik, Istennek, tehát ami tetszik Istennek, ez a Nikolaiták cselekedeteinek az elutasítása, sőt gyűlölete, látni azt, hogy ez milyen rossz dolog. A következő tehát az üldözések elviselése, és egyébként is a keresztények sorsa, amit, amit itt az utolsó időkben leír a jelenések könyvez. ez mondjuk ha egy szóval kéne jellemezni, ez valószínűleg az üldözés lenne, esetleg a nyomorúság. De Isten ott van a hívőkkel, úgyhogy nem kell félni, de a jó dolgok között felsorolja azt, hogy az, üdvözé, az üldözések elviselését, hogy a szenvedés az úrért béketűréssel, kitartással, jó lelkületben. Ez egy kulcsa az egész jelenések könyvében, hogy az üldözések alatt is jó lelkületben legyünk. Egyébként Pál Apostol megmondta, hogy mindazok, ami mit jelent, azt jelent, hogy kivétel nélkül mindenki, mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztusban, üldöztetni fognak. Úgyhogy Isten gyermekének, Jézus tanítványának ez a sorsa, hogy üldözik így, úgy vagy amúgy, akár gyülekezetek kívülről, néha gyülekezetem belülről, de ha mi teljes szívvel Isten útján járunk, teljes szívvel Jézust követjük, akkor az üldözés az elkerülhetetlen. És ami pozitívum az, hogyha ezt mi jó lelkülettel álljuk és viseljük. A következő dolog a szeretet. Ugye a Tiatirabeli gyülekezetnek 2.19-ben ezzel kezdi Jézus, hogy tudom a te dolgaidat és a szeretetedet. És egyébként gondoljunk csak bele, mi, micsoda csodát olvasunk itt, Jézus szavait olvassuk. Lehet, hogy János írta le a jelenések könyve, a könyvében, de Jézus az, aki beszél. Jó, persze látjuk ezt a, a az evangéliumokban is, de hát ez egy nagyon jó dolog. Jó, jó könyv ez a jelenések könyve. És Jézusnak tetszik a szeretet. Ez továbbra is így van. Az első, a legnagyobb parancsolat az, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és természetesen ennek következményeként a fele barátainkat és a hívő testvéreinket is. hogy Istennek tetszik a szeretet. És az utolsó dolog, itt a felsorolásban ez az alázatosság. És két formáját is említi, a szegénységet, a Szmírna beli gyülekezetnek, ezt írja a 2.9-ben, jelenések 2.9-ben. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, és zárójelben oda van írva, hogy de gazdag vagy. És a szmírnabeli gyülekezetnek Jézus csak pozitívumokat mond. Egyébként két gyülekezet van ugye a hétből, akiknek nem mondja Jézus azt, hogy tér meg, az egyik a Smirna belé, a másik a Philadelphia belé, ugye a felsorolásban a, a második és a hatodik, tehát a, a, második és az utolsó előtti gyülekezet, és milyen volt ez a Smirna belé gyülekezet? Azt mondja, hogy a szegénységedet, tehát ez egy, ez egy anyagilag egy szegény gyülekezet volt, de eközben szellemileg gazdag volt, és hogy nagyon tetszett. Jézusnak. És sejtem, hogy a kettő ebben az esetben összefüggött. Ugye a világi dolgokra nem annyira koncentráltak, ezért hát nem gazdagodtak meg, sőt, szegények voltak, de szellemileg gazdagok voltak. És az alázatosság, ugye másik vonása, az pont a, jelenés, pont filadelfiai gyülekezetnek szól, Jézus dicsérete a harmadik rész nyolcadik versében, azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, és akkor azt mondja, hogy kevés erőd van. Állítólag ez a filadelfiai gyülekezet egy kis gyülekezet volt, és hát kívülről, ha rájuk néztek, akkor azt mondták, hogy hát ezek gyengék. Ugye? És az emberek kívülről, valószínűleg a smirnai gyülekezetre úgy néztek, hogy hát ez szinte semmi. Kevés erejük van, gyengék, szegények, olyan, olyan kicsik. Akiket em az emberek hajlamosak voltak megvetni. Isten azonban dicsérte őket az alázatosságokért, hogy miközben a külső emberi szemmel nézve szegények meg gyengék voltak, ők a közben szellemileg Isten szemében gazdagok és erősek voltak. Nos, akkor térjünk át a rossz dolgokra és sokan ugye a negatívumok miatt nem nagyon szeretik a jelenések könyvét, hogy a jelenések könyvében nem csak jó dolgok vannak, bár egészen különleges jó dolgok vannak benne, amiket majd megnézünk, de vannak egészen különlegesen rossz dolgok is, például mindenféle csapások. De hogyha egészséges keresztény életet akarunk, akkor nyitottak kell lennünk a negatív dolgokra is. Persze a pozitív dolgokat jól esik hallgatni, de hát olyan ez, mint egy autóban kell, hogy legyen hogy a gázpedál is, meg kell, hogy legyen fék is. Már hogy a gázpedált nyomjuk, akkor gyorsul az autó, meg megy előre, na de hát néha meg kell állni, meg kanyarodni kell, meg lassítani kell, és hogyha nincs egy autóban fék, vagy nem működik, hát abból, abból valami baleset lesz. És ha egy hívő csak a pozitívumokat hallgatja, akkor hát előbb-utóbb olyan lesz, mint egy autó fék nélkül a hitében hajótörést fog szenvedni. Úgyhogy hallgassuk nyitottan a negatívomakat is, és tudjuk azt, hogy ezek az egészséges keresztény életünkhöz kulcsokat tartogatnak. Nézzük tehát, mik ezek a dolgok, amik Jézusnak nem tetszenek. Az első a szeretet hiánya. Ugye ezt olvassuk az Efezusbeli gyülekezet vezetőjének, angyalának ezt írja Jézus, hogy, vagy ezt mondja Jézus, hogy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Istennek tetszik a szeretet, és nagyon nem tetszik neki a szeretetnek a hiánya, hogyha úgy éljük a keresztény életünket, hogy nem szeretjük Isten, nem szeretjük Jézust közben. Azután, ami nem tetszik Jézusnak, az a rossz tanítás. És három nevet említ itt a jelenések 2-3-ban. Ezek Bálám, a Nikolaiták és Jezabel. A, Nikolaiták, a Nikolaitákat már néztük. Bálám tanítását említi és mind Bálámmal, mind Jezabellel kapcsolatban, ugye ez egy retteget ószövetségi nőszemély neve, ez a Jezabel, mindkettejükkel a bálványimádást és a paráználkodást említi. Ugye a bálványimádás az Istennel szemben egy szellemi paráználkodás, amikor nem őt és az ő dolgait tesszük első helyre, főleg nem őt, és a paráznaság, ugye a fizikai paráznaság, és hát egy olyan bűn, amiért elkárhoznak az emberek. Jó, tehát a rossz tanítást azt kerülnünk kell. Kell olvasnunk Isten igéjét, kell szeretnünk az igazságot, és igazságban kell járnunk. A hamiságot pedig fel kell ismernünk, és el kell utasítanunk. Azután, ami nem tetszik Jézusnak, hogyha valaki nem teljesíti az ő akaratát. Ugye mi az ő Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus szolgái vagyunk, az az elhívásunk, hogy Isten akaratát cselekedjük az életünkben, és ha valaki ezt nem teszi, az Jézusnak bizony nem tetszik. A harmadik részben, a második versben ezt olvassuk, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Tehát nem azt mondja, hogy semmit nem tett, amit Isten akart, hanem egyes dolgokat nem tett meg, amiket Isten akart. És hát ez a mondás egy, egy nagy igazság, engem megdöbbentett, és nagyon igaznak találtam, amikor először hallottam, hogy a részleges engedelmesség az engedetlenség. Ugye, hogyha csak kiválogatjuk azt, ami nekünk tetszik, abban engedelmeskedünk, ami ne, meg nekünk nem tetszik, abban nem engedelmeskedünk, hát ez nem engedelmesség, ez engedetlenség. És Jézus azt mondta a szárdészbeli gyülekezet vezetőjének, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek Isten előtt, engedetlen vagy, és azt is mondta neki természetesen, hogy tér meg. És akkor elérünk a Laudíciabeli gyülekezethez, amivel az egyik problémája Jézusnak az a langymelegség. Ugye azt mondta, hogy langymeleg vagy, és ezért én kiköplek a számból, kivetlek a számból azt majd bár csak forró lennél, vagy hideg. Persze, Isten azt akar, hogy forróak legyünk, hát Jézus szemei olyanok, mint a tűzláng, az arca olyan, mint a nap, amikor fénylik az erejében. A lábai olyanok, mint az izzó fényű érc. Isten egy ilyen izzó, tüzes személyiség. És hogyha mi vele járunk, és közel megyünk hozzá, akkor mi is így fogjuk szeretni őt, mi is ilyenekké válunk. De ott volt ez a Laodícia beli gyülekezet, ez bizony világias gyülekezet volt, távol volt Jézustól, és langybeleg volt. És egy, 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 az elutasításnak egy nagyon turva képét, egy nagyon erős képét írja le, írja le, Jézusról, az kivetlek, kiköplek téged. A másik probléma laudíciában a felfovalkodottság volt. Mit mondtak? 17-es vers 3.17 azt mondja, hogy mivel ezt mondott, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és nincs semmire szükségem. Azt mondta, jó vagyok, állítólag ez a laudícia beli, ez egy nagy gyülekezet volt. Ugye, akiket megdicsért Jézus előttük, az a Filadelfia beli gyülekezet, egy kis gyülekezet volt, amit... Talán le is néztek többen, mert hogy nem számított olyan sikeresnek. De itt volt ez a nagy gyülekezet, ez a sikeres gyülekezet, ez a gazdag gyülekezet. És mivel ilyenek voltak, ezért Jézus azt mondta, ti megvagytok elégedve a világi sikeretekkel, miközben szellemileg egyáltalán nem álltok jól. És ugye ott volt bennük ez a felfovalkodottság és az, az, az önámítás. Minden klassz. Minden jó, nagy vagyok, sikeres vagyok, híres vagyok, menő vagyok, gazdag vagyok, nem kell nekem már semmi, és szellemileg pedig roppant mód szegények voltak, és nagyon rosszul álltak. Milyen volt a szellemi állapotuk, hogy írja le Jézus? Azt mondja, hogy és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. És említi még az ő mezítelenségnek mezítelenségének a rúdságát, a szégyen teljes voltát. Azt mondta Jézus, ilyen vagy. De mivel a külső siker eltakarta ezeket a dolgokat a, Laud a laudíciabeli gyülekezet vezetője elől, ezért egy óriási önállításban élt. A földi, világi sikerben, gazdagságban, miközben a szellemi dolgokat, Isten dolgait, hát bizony elhanyagolta. És amikor a Laudícia beli gyülekezetről olvasok, akkor nem tudok nem gondolni ezekre a mai megagyülekezetekre. A pozitív ö, üzeneteikkel, a negatív dolgok, a negatív üzenetek tudatos és határozott kerülésével, és gyűlnek a nagy tömegek, jönnek a viszkető fülő emberek, és hallgatják a pozitív prédikátorokat. És nem látják azt, hogy szellemileg mennyire nem keresztény, mennyi, Istennek mennyire nem tetsző ez az egész jelenség, ami ott folyik. Úgyhogy vigyázzunk, Istennek nem tetszik, ha eltérünk az ő dolgaitól. Miután megnéztük most a jó és rossz dolgokat, és nem néztük meg azt, hogy esetleg melyik gyülekezetre, melyik egyházra, melyik történelmi korszakra vonatkoznak, ezek a jelenségek. Meg lehet ezt is tenni, és nagyon érdekes tanításokat lehet kihozni belőle, de gondoljuk arra is, hogy amikor János megírta ezt, a, ezt ezeket az üzeneteket, amikor leírta őket, ez az első század végén volt, akkor azok a dolgok, amiket azok, az egyházak, amelyik, amelyeket mi ma történelmi egyházaknak nevezünk, ezek nem is léteztek. Nézzük meg a jellegzetességeket, ismerjük fel őket, de ne arra használjuk egyébként őket, hogy mondjuk a saját vezetőnket kritizáljuk. Persze ismer, felismerhetünk negatív vonásokat is, de azért a pásztorok mellett hadd szóljak, én ugyan nem pásztor vagyok, hanem tanító, de végeztem pásztori munkát is, és egyébként nagyon élveztem. De a helyzet az, hogy egy pásztort, Sokkal könnyebb kritizálni, mint az ő munkáját elvégezni. Ez egy nehéz, felelősségteljes feladat, nem könnyű a hívőkkel, azt azért el tudom mondani, úgyhogy kerüljük a kritikus hozzáállást. Ezek után pedig nézzük meg azt, hogy milyen jutalmat kap Jézustól, Istentől, az, aki győz. Ugye mind a hét üzenet a hét gyülekezetnek, azzal fejeződik be. A végén ott van az, hogy aki győz. És most megnézzük őket sorrendben. Az az érzésem, bár nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ez így fog történni, ilyen sorrendben, ahogy itt le van írva. Na most a, a, a Földön is mondjuk ezért szeretjük a sporteseményeket. Mert ugye ott van egy győztes, valaki győz. És amikor győzött valaki, akkor ő persze örül, meg akik neki drukkoltak, azok is örülnek, és utána ugye van valamiféle jutalomosztás, díjátadás, kap egy kupát, vagy aranyérmet, ugye egy olimpián mondjuk, ha valaki elsőnek ér a célba, vagy tudom én, legjobb eredményt ér el a saját sportágában, akkor ugye felsorakoznak, odaállnak egy dobogó elé, mondják a nevét, meg az országát, és akkor föllép a dobogó tetejére, és integet, és nagyon örül, és a közönség is nagyon örül, meg tapsol, akkor kap egy aranyérmet a nyakába, eléneklik a nemzeti himnoszt, aztán elvonulnak. Nos, ha valaki győz, a keresztény, aki győz, az egy, egy, ennél még inkább e, kiépített, egy, egy még bőségesebb jutalom osztásban részesül. Egyébként én úgy gondolom, főleg a jelenések végén, amik le vannak írva, abból, hogy mindenki, aki mondjuk így, hogy a mennybe jut, mindenki, aki üdvözül és Istennel fogja tölteni az örökké valóságot, az, az győz. Tehát ugyanis ott, amikor a győztesekkel szemben állítja azokat, akik nem győznek, hát azok azok, akik elkárhoznak. Jó, tehát nem gondolom, hogy az örökké valóságban, akik a pozitív oldalon lesznek, akik Istennel fogják örökké való boldogságban tölteni, az örökké valóságot, hogy azok közt lenne olyan, aki nem győzött. Azok mind győztek. Akik nem, azok elkárhoztak. Nos, nézzük, mi lesz azzal, aki győz. Jelenések könyve 2 hét a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Hát ugye először ez a paradicsom meg az életfája az itt volt a földön, de aztán látjuk, hogy megy, megy az mindenfelé. Ugye Jézus azt mondta a mellette lévő latornak, hogy ma velem leszel a paradicsomban, itt pedig már az örökké valóságban látjuk, hogy ott lesz az Isten paradicsoma, és abban ott lesz az élet fája, és abból a győztes megkapja a gyümölcsöt. Az is lehet, hogy oda hozzák hozzá, de szerintem oda, az első dolog lesz, hogy a győztest oda az élet fájához, és eszik az élet fájáról, vagy annak a gyümölcséről, gyümölcséből itt ezt nem írja a gyümölcsöt. De. és örök élete lesz. Ugye Ádám és Éva esetén, mivel Ádám és éva védkeztek, Istennek az első dolga az volt, hogy most már ezek az emberek bűnösök, most már ki ne a kezüket, és nehogy egyenek az élet fájáról, mert, és ne éljenek örökké, mert akkor örökké bűnösök lennének. Nem, meg kell halniuk a bűnzsoldja a halál, viszont aki győz, Jézus legyőzte a halált, Isten legyőzte a halált, aki győz, az első dolog lesz, hogy oda mehet az élet fájához, és ehet róla, és örök élete lesz soha többé, nem hal meg. Halleluja! Hú, de jó lesz! A második dolog az, hogy nem árt neki a második halál. Tehát ez nyilván ugye a... a épp, épp az ellentéte, hogy ez a másik oldala, az, hogy örök élete lesz, és nem hal meg többé. Ugye a második halál az, aki, aki elkárhozik. Ugye a második halál az a tűznek tava. Nem, aki győz, az az örökké valóságban lesz Istennel örök gyönyörűségben és boldogságban, és nem árt neki a második halál, nem érinti őt a kárhozat. A harmadik kap egy erejtett mannát, egy kis fehér kövecskét rajta névvel. Ez egész érdekes, a második rész 17. verse, ezt mondja, a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és annak, adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Hát ez egész érdekes. Tehát kap az elrejtett mannából, nem tudjuk pont miért rejtette el Isten, nyilván nem, abból nem csak úgy akárki, és azt mondja, annak adok, adok annak egy kis fehér követ, egy fehér kövecskét, rajta egy új írott nevet, amelyet semmi, senki sem tud, csak az, aki kapja. Különleges lesz egyéni személyre szóló, nem tudjuk, hogy miért nem tudják a többiek, Isten tudja, de biztos, hogy jó lesz, nagyon érdekes. Egy, egy Érezni fogja a győztes, hogy Isten őt egészen személyesen, egyénileg és különleges módon kezeli. Jó az Úr, jó lesz ott is. A negyedik, a hatalom a pogányok fölött, 2.26. Azt mondja, és aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot. Tehát hatalmat ad Isten a győztesnek, hogy ez a vasvesszővel uralkodás egészen pontosan mit jelent, nem tudom, talán az ezer éves ö, uralom alatt jelenti majd a hatalmat. És ugye mint egy vasveszővel úgy uralkodik, és megkapja a hajnal csillagot. Hát Jézusról mondjuk, hogy ő az a fényes hajnali csillag. Tehát a hatalmat és a hatalom jeleit kapja meg az, aki győz. Biztos, hogy nagyon jó lesz, biztos, hogy nagyon felemelő lesz annak, aki ezt átéli. Az ötödik, a harmadik rész, ötödik versében olvasunk erről. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Tehát a győztest felöltöztetik fehér ruhába, Ugye olvassuk a jelenések könyvében más részekben, hogy a fehér ruha az a szentek igazságos cselekedetei, úgyhogy hát legyünk szentek bizony, szentség nélkül senki sem látja meg az urat, és öltözzünk fel, tehát Isten ott felöltöztet minket fehér ruhába, és megemlíti azt, hogy nem törli ki a nevét az élet könyvéből, ugye ott a második esetben olvastok, hogy nem árt neki a második halál. Ugye a jelenések könyve végén azt olvassuk, hogy akinek az éle, a neve nem találtatott meg az élet könyvében, az a tűz tavába vettetett, ami a második halál. Tehát benne marad mindig a nevünk az élet könyvéből, ezért is kell megtartanunk mindvégig Isten cselekedeteit. Tehát nem törli ki, a, tehát fehér ruhába öltözteti, nem törli ki a nevét az életkönyvéből, és Jézus megvallja az ő nevét az atya és az angyalok előtt. Tehát oda vezeti Jézus az atya elé az illetőt fehér ruhában, és megvallja a nevét. Ugye a, a bajnokokat is, ugye, amikor, amikor kitüntetik, vagy ugye jutalmat adnak, vagy érmet adnak neki, akkor mondják a nevét. És a győztes! tudom én, kis János Magyarország, és hát itt Jézus odaviszi az atya elé ezt a győztest, és megvallja a nevét az atya előtt, és a mennyei angyalok előtt, és ott lesz az atya jó, jóváhagyása, az atya dicsérete, jól van, jó szolgám, menj be te urad örömébe, az angyalok az seregeinek az öröme biztos, hogy hihetetlenül felemelő lesz ez hogy mindenképpen érdemes lesz győzni. Azután a hatodik, ez egyik -egy egész érdekes, az illető oszlop lesz az Isten templomában. Nézzük csak a harmadik rész 12. verse. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Na most, ha emberileg nézzük ezt az első hallásra, vagy első olvasásra, inkább büntetésnek tűnik, mint, mint e, jutalomnak, hogy oszlop lesz az Isten templomában. Na most nem hiszem, hogy olyan lesz, mint egy fizikai oszlop, aki meg sem mozdulhat, mert ugye mondja is, hogy, hogy és onnan ki nem jön, Szóval nem hiszem, hogy ez olyan lesz, mint egy fizikai templom, hogy csak állunk ott, és akkor nézünk, hogy mi van az örökké valóságon át. Ugye egyrészt azt olvassuk a jelenések könyve végén, hogy azt mondja, hogy az új Jeruzsálemről ír János, és azt mondja, hogy templomot nem láttam abban, mert az Isten annak a temploma és a bárány. Az pedig, hogy oszlopok lesznek, ugye... Pálapostól, Jakabról, Péterről és Jánosról írta azt, hogy ők oszlopokul tekintetnek. Tehát olyan emberek, akik, akiken teher van, akik viszik az Isten munkáját. Tehát nem hiszem, hogy ez egy fizikai dolog lesz, hanem egy kiemelt jó állapot lesz, és Istenhez való közelséget Jelezes. Tehát attól, hogy valaki oszlop lesz Isten templomában, attól még tud mozogni, ahogy Jakab, Péter és János is tudtak mozogni, és végezték Istennek a munkáját, Istennek a szolgálatát, és az, hogy nem megyünk ki Isten templomából, az azt jelenti, hogy közel leszünk Istenhez, az örök kivalóságon át. Úgyhogy ez nem büntetés lesz, nagyon jó lesz ez. Ezen kívül, ugye három név, lesz ráírva az illetőre, hát engem ez arra emlékeztet, ahogy a szépségversenyeken ugye ott vannak ezek a szalagok a hölgyeken, és akkor Miss Hungary, meg Miss America, meg Miss Africa, meg mit tudom én, mik vannak rájuk írva. Hát itt, ami rá lesz írva, három dolog, az Isten neve lesz ráírva az illetőre, ugye Isten jelző, ez az ember az enyém, az új Jeruzsálem neve, nagyon jó lesz az új Jeruzsálem is, majd azt is megnézzük. És Jézus új neve érdekes. Jézusnak lesz egy új neve. Most már ezt is tudjuk. És az utolsó, szerintem lenyűgöző dolog, a harmadik rész 21. versében, a jelenések könyvében azt mondja Jézus: aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát Jézus odavezeti ezt a győztest, miután már ezek a csodák megtörténtek, hogy evett az élet fájáról, kapott egy nem aranyérmet kapott, hanem egy fehér kövecskét rajta névvel, hatalomjeleit kapja, hajnalcsillagot, fehér ruhát, megvallja, Jézus az illető nevét az atya előtt és az angyalok előtt. Nyilván egy csodálatos ünneplés lesz ott, az illető oszlop lesz Isten templomában, közel lesz mindvégig Istenhez, rá lesz írva három név, és Jézus oda vezeti az illetőt az ő trónjához, és leül vele együtt, Jézusnak a trónjába, ahogy Jézus mondta, hogy te győztél, leülhetsz velem az én trónomra, ahogy én is győztem és leültem az én mennyei atyámmal az ő trónjára. Biztos, hogy csodálatos lesz. Úgyhogy egy dolgot mondhatom csak. Erre győzzünk, győzzél, kedves testvérem, én is győzni akarok. Így legyen ez velünk, hogy egy csodálatos örökkévalóság legyen az osztály részünk. Jó ez a jelenések könyve, igaz? Még két rész van, majd megnézzük ezeket is. a ennyi volt, Isten áldja, szia!